elkésünk, elkésünk! Csak 20, legfeljebb 22 percünk van hátra a királyi próbáig, aztán pedig sietni, sietni kell! Beszédet tartani a királyi történelmi társaságban! Utána pedig rohannunk kell, mégpedig nagyon, a kertvédő társaság tea délutánjára. Aztán jön a matematika óra, földrajz óra, tudomány óra. Csak egy szabad napra vágytam egész életemen át. Semmit sem tenni, ez lehetne a boldogság. A sok munka, ebéd, lecke olyan elkeserítő. Megszabják, mikor kell enni, és ez rettentő. Szabad napra vágytam egész életemen át, de mindig munka várt, ameddig a szem ellát. Mindig vasalni a varrást és a gyűrődött ruhát, kosztümit ezernyi tűzúrással öltök át. Micsoda világ! Madame Carp! Mit képzelsz, mi ez itt? Zenés színház? Eddig azt hittem adósok börtöne. Neves csak! Úgyis nekem dolgozol még kerek 30 évig. De hiszen a felét kifizettem. Erre a szüleidnek kellett volna gondolnia, mielőtt olyan sok kölcsönt vettek föl. Csak enni akartak adni. Hiba volt. Gondolatom szabadon. Gondolatom szabadon. Igazán sajnálom, kicsikém, de mint tudod, hozzá kell menned Dominik királyfihoz. Csak így tudunk gondoskodni a népről. Tudom, kötelességem. Ó, és nézd, újabb eljegyzési ajándék. Nehogy szerencsésnek higgyél, van itt sok-sok ajándék, de egyik mögött sem rejtőzködik jó szándék. Nekem nagyon kevés jutott, mégis úgy döntöttem én. Világgá kiáltom dalomat, mert kell a fény. Fölött megyek én. Gondolatom szabadon. Nem úgy szállna, lelkem az súgja, kérlek, maradj még! Engem kötelez a vérem, nekem törlesztenem kell. Sosem ér össze a kötelék az érdekkel. De én mindig abban hiszek, és én álmodozom még. Egyszer az életben megszűnik az ellentét, s még